Mindenképpen tragédia, hogyha 9 olyan gyermek megy a túlvilágra, akinek lett volna esélye arra, hogy életben maradjon. Kétségtelen, hogy nem vitatjuk azokat a szakmai álláspontokat, amelyek arról szólnak, hogy a koraszülött gyerekek eleve veszélyeztetettek. Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy abban a centrumban, amely koraszülött intenzív osztályt is működtet, esély mindenképpen lett volna arra, hogy életben maradjanak. Mesterházi Attila sietett kifejezni részvétét az elhunyt gyermekek családjainak, ezt én újra megteszem, együtt érzünk minden családdal a gyászában, minden családdal, aki várta a gyermekét, és akik most már nincsenek. Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy 9 haláleset feltűnő, szokatlan és tragédiája mellett is hordozhat olyan szakmai és egyéb tanulságokat, amelyeket mindenképpen meg kell majd szívlelni. 9 olyan haláleset történt, ami még nem volt ennek a centrumnak a történetében. 9 olyan haláleset, ami mindenképpen arra irányítja a figyelmet, hogy alapos vizsgálatot kell folytatni, és meg kell ismertetni a közvéleményt a vizsgálatok eredményével. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a vizsgálatoknak mind szakmai, mind pedig a humán erőforrások, a dolgozók tekintetében körültekintőnek és alaposnak kell lennie. Ezek a vizsgálatok a köztudomásúan megindultak, és jelenleg is zajlanak, ugyanakkor jelezte minden szervezet, amely vizsgálatokat folytat, hogy a jövő héten eredmény várható. Ez az eredmény az, amire nyilván a széles szakmai közvélemény és a közvélemény kíváncsi. Mi úgy gondoljuk, hogy ebben az ügyben a Parlament Egészségügyi Bizottságának van dolga. Van dolga, mert az Egészségügyi Bizottság az általános egészségügyi szakmai feladatai mellett sokszor végzett már olyan vizsgálatokat és tájékozódott már olyan ügyekben, amelyek bár egy intézményben történtek meg, vagy egyediek voltak, de hordozhattak olyan szakmai tanulságokat, amelyek megszívlelendők. Az Egészségügyi Bizottság tagjaként azt kezdeményezem, hogy a Parlament rendkívüli ülésével együttesen az Egészségügyi Bizottság üljön össze, és hallgassa meg az Egészségügyi Államtitkárság vezetőjét, Szócska Miklós urat, valamint az immár felfüggesztett intézményvezetőt arról, hogy mi a vizsgálat eredménye és mik a tanulságai. Kezdeményezzük, hogy az Egészségügyi Bizottság ezen az ülésén alaposan tájékozódjon és kapjon részletes anyagokat, ne csak szóbeli tájékoztatást arról, hogy mi történt az intézményben. Úgy gondolom, hogy az Egészségügyi Bizottság szakmai háttere, a bizottságban benne lévő tagok szakmai képzettsége és tapasztalata elegendő lehet arra, hogy tanúságokat vonjunk le általánosságokban is. Ezért tehát a bizottság elnökének el fogom juttatni azt a kezdeményezést, amely arról szól, hogy a bizottság egybekötve a parlament ülésével üljön össze, és hallgassa meg a két urat, akit megneveztem. Úgy gondoljuk, hogy a következő időszakban nem az a célja egyetlen, akár politikai, akár szakmai szervezetnek sem, hogy a miskolci, a Borsodabaú-Zemplén megyei kórház szakmai renoméját rongálja, vagy a magyar egészségügybe vetett hitet rombolja. Ennek ellenére sem tudunk eltekinteni azonban attól, hogy megtudjuk, hogy melyek voltak a valóságos okok, hiszen több hír szólt lehetséges fertőzésről, szakmai hibákról, vagy esetleg gondatlanságról. Az a vizsgálatnak különös fényt ad, hogy két magánszemély feljelentésére rendőrségi vizsgálat is indult, és iratokat foglaltak le a kórházban. Tehát ez azt jelzi, hogy nem csak a szakmai, hanem most már egy lehetséges gondatlanság ügyében is folyik vizsgálódás, amit a bizottság akár meg is ismerhet, amennyiben ennek lesz eredménye. Azzal szeretném zárni gondolataimat, hogy bár átérezzük a családok tragédiáját, a cél mégiscsak az legyen, hogy ne forduljanak elő ilyen esetek egyetlen magyar gyógyító intézményben sem, és abban a 26 centrumban sem, amely a miskolci mellett még hasonló feladatokat lát el.
Azért tehát, hogy ne forduljanak elő ilyen esetek, meg kell vizsgálni, hogy mik a történtek okai. Nem kell prejudikálni, nem kell előzetesen döntést hozni, és főleg nem kell ízléstelen módon politikává emelni a tragédiát. Szakmai tanulságokat azonban meg kell vonni, és úgy gondolom, hogy a következő időszakra pedig ez mindenki számára üdvös lehet. Azzal szeretném bezárni a sajtótájékoztatót, hogy megismétlem, együttérzünk az elhunyt gyermekek családjával. Minden gyermeknek egyforma esélye kell, hogy legyen a hazánkban arra, hogy éljen és élhessen, ezért tehát a következő időszakban is számítunk mindazok munkájára, akik ezt elősegítik.